Köszöntöm a Fonyott Televízió nézőit, Önök téma című műsorunkat látják. És köszöntöm Domina Barnabást is, az első Fonyódi Gyermekhuszár és Tüzér Bandérium kapitányát. Én is üdvözlök mindenkit. Szervusz, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A Fonyódi Kishuszárokról fogunk beszélgetni, egy kicsit a történeti, illetve a gyermekhuszár csapat történetére tekintsünk vissza, hogyan is kezdődött ez városunkban, hiszen már sokan sok helyen találkozhattak veletek. Tulajdonképpen már 8 éve, hogy visszatekinthetünk. Én magam ugye most már 11 éve vagyok hagyományőrző huszár, amit Kanizsán kezdtem, és tulajdonképpen úgy kezdődött az egész Fonyódi gyermekhuszár csapat történet, hogy Fonyódra költöztem, ugye családi okok miatt, és mivel hogy huszárként ugye ide kerültem, és már Kanizsán a lovasklubbal is rendszeresen látogattuk az ottani óvodákat, iskolákat, ezért felmerült bennem a kérdés, hogy ha már itt lakom, és még a gyermekem is ide jár az óvodába, akkor miért ne jönnénk el mondjuk ide március 15 alkalmával huszárokként. Ezt jeleztem ugye az óvoda vezetőjének, hogy hát van ilyen lehetőség, ha szeretnék, akkor jövünk. Azonnal mondta, hogy igen, ezt ők nagyon szeretnék, és ez annyira megtetszett a szülőknek, hogy felvetették, hogy ez esetleg szakkör jelleggel nem működhetne az óvoda berkein belül, és ugye felkértek akkor engem erre, hogy ezt esetleg csinálnám-e. Hát persze mondtam, hogy semmi akadálya, álljunk neki. Nem volt előttünk semmi szisztéma, hogy ezt hogyan kell csinálni, hiszen az országban még sehol nem működött. Egy olyan általános iskoláról tudok, Kocséron, ahol, vagy Gábor Áron általános iskola, ahol az igazgató azt mondta, ha már a névadunk 48-as hős és a tüzérséghez köthető, akkor legyen akkor az iskolának egy kis tüzércsapata ágyúval, és ez ott működik, a kitűnő tanulókat ugye állítják be általában ebbe a tüzércsapatba. Na most nekik igazából nincs szakköri foglalkozás, ők egyszerűen ugye elmennek egy-két ilyen alkalomra, viszont nekünk itt szakkört kellett tartani, és abban alapítunk meg, hogy havonta egyszer legyen szakkör a gyerekeknek, sok mindent meg kell tanulni. Tehát meg kell tanulni menetelni, akkor ugye azért kell tudni huszára és katonai énekeket, kell tudni ugye szépen tisztelegni. Most már a gyerekek koszorúznak a nemzeti ünnepeinken, fölvonják a nemzeti lobogót, tehát nagyon sokrétű dolog az, amit ugye megpróbálunk nekik ugye továbbadni, átadni. Meg az egy havi egy szakkör azért is bőven elég, mivel hogy nagyon sok helyre hívnak meg minket. Tehát maga, hogy azoknak is eleget tegyünk, így azért minden kisgyermek, aki ugye szeret jönni huszárkodni, azért sok más elfoglaltság is van a zeneiskolától, a futballig, a karatéig, tehát ugye sok lehetőség van, ezt a saját gyerekémről is tudom. Ezért ugye nem akarjuk őket teljes mértékben leterhelni, meg a szülőket sem. Tudjuk, hogy az óvoda és az iskola egy fontos bázisa a kis huszároknak. Hányan vagytok most, hogy néz ki a bandérium? A létszámunk az, hál' Istennek, maximumon van, tehát ezt azért mondom, mert ugye bizonyos létszámú gyermeket tudunk csak beöltöztetni. Annál több gyereket nem tudunk foglalkoztatni. Az elvándorlás a csapatból nem olyan túlnyomóan sok. Persze vannak olyan gyerekek, akik már nem, vagy nem akarják csinálni, vagy elköltöztek, sajnos elég sokan is, akik szerették ezt csinálni, de mindig jönnek újabb és újabb gyermekek. Hát nem az a cél, hogy én most felnőtt huszárokat neveljek ki, ugye itt a bandériumon belül, ez is egy cél, hogy jó, persze maradjanak azért meg, hanem igazából egy az, hogy a hagyományokat, az értékeket adjuk tovább a kisebbeknek. Mindenhol ezzel küzdenek a hagyományozó csapatok, hogy már egy bizonyos kor után a fiatalokat nem érdekli ez. Tehát teljes érdektelenség, és azért valljuk be, hogy ugye nemzetünk jövője ugye az a hagyományink megőrzésén alapul. Tehát, hogy ha nem tudjuk, honnan jöttünk, akkor nem fogjuk tudni, hová tartunk. És akkor teljesen beolvadunk ugye ebbe a nagy Európai Unióba, ugye, amit most nemzetek olvasztott tégeinek akarnak ugye átformálni, és a gyerekeknek meg kell mutatnunk azt, hogy mi volt az a magyar érték, történet, hagyomány, ami szép és ő is meg kell örökítenünk saját magunk és a jövőnk érdekébe. A gyerekeknek egy ilyen kis, hogy úgymond magot ültetünk a kis szívébe, lelkébe,
hogy ez lehet, hogy jó talajba hullik, lehet, hogy nem, lehet, hogy később majd már 20 éves korában majd kihajt, és akkor kezd el foglalkozni hagyományőrzéssel, de valaki lehet, hogy benne marad. Ez egy érték, megőrző értékteremtő munka, de erre felfigyeltek Fonyódon kívül is, hiszen azt tudjuk, hogy Fonyódon történelmi megemlékezéseken, és nem csak 48-as történelmi megemlékezéseken szerepeltek, de már más településeken is a környékben megfordultatok, ez hogyan történt? Igen, tehát ugye, mint mondtam, hogy ez egyedi, egy egyedi, na, bocsánat, tehát ez teljesen egyedi kezdeményezés, ezért sokan tényleg felfigyeltek rá, hogy ilyen is van, mert az, hogy gyermek hagyományőrzők gyönyörű szépen felöltözve huszárruhába, és nem jelmezbe, mert sokan mondták, hogy szép a jelmez, ez nem jelmez, ez huszár egyenruha, törekszünk teljesen a korhűségre, ugye az első császár huszár ezred egyenruhája, és kezdetben csak ugye a kanizsa napokon vettünk részt, és akkor szépen a kanizsa tévé elkezdett velünk foglalkozni, ugye akkor itt Fonyódon már a fonyódi médiába is bekerültünk, és itt szépen a környékbeli falvak is hallottak így rólunk. Volt egy huszár találkozó, egy nemzetközi huszár találkozó Kaposváron, ahol viszont ott volt az egész ország hagyományőrző csapataitól, ugye képviselve volt szinte mindenki, és a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség elnöke, amikor meglátott minket, akkor azt mondta, hogy ezt ő szeretné mondjuk a Nemzeti Vágtán látni. És a Nemzeti Vágta szervezői azok abban a pillanatban, amikor erről tudomást szereztek, lecsaptak ránk, most már negyedik alkalommal fogunk fölmenni a Nemzeti Vágtára, ahol mindig egy kis pluszot mutatunk, ahol most már rendszeresen a kis huszárvágtát mi vezetjük föl, és mi díszegünk ugye a díját adóján ennek a versenyszámnak. Valamint most fölkértek minket, hogy ebben az évben ott is rendezhetnénk egy gyermek huszártábort, nem a mi gyerekeinknek, hanem az ottani érdeklődő gyerekeknek, hogy ezzel is egy kicsit bemutassuk azt, hogy a hagyományőrzés nem feltétlenül a felnőtteknek a joga és lehetősége, hanem bizony a gyerekeknek is. Sőt, ugye most már mindenki látja azt, hogy kiskorban kell elkezdeni ezt a megszólítást, megfogást, mert ugye, ha a gyerek ebben nevelődik föl, akkor ezt fontosnak fogja tartani. Lehet-e azt tudni, hogy ezt a példát, amit ti mutattok, hol követték esetleg más településen, ahol ugyanígy alakult esetleg gyermekhuszár csapat? Alakult Szombathelyen, és szépen működik is. Már ott is ugye elkészítették a gyermekeknek az egyenruháját, a markotányos lányoknak, kis huszároknak az egyenruháját. A váci huszár csapat is most már nagyon-nagyon nagy energiát fektet abba, hogy gyermekeket szólítson meg. Kaposváron is mondták, hogy szeretnének ilyen kezdeményezést, valamint Cseresnyi és Péter államtitkár úr felkért minket, hogy ezt Kanizsán is kezdjük el. Hál' Istennek vannak ott is olyan óvodák és iskolák, akik a vezetősége már jelezte, hogy ők teljes mértékben nyitottak erre. Hát megpróbáljuk, és remélem, hogy ez egy országos mozgalom lesz, az, hogy gyermekhagyományőrzés. Ez azért is jó, mert sajnos szomorúan tapasztalom, mint hagyományőrző huszár, hogy ha elmegyünk egy nemzeti ünnepünkre, mondjuk a március 15-i ünnepre, mint huszár, ami azt mondom, hogy azért nemzetünk egyik legfontosabb ünnepe, és azt látom, hogy egy 60 ezres városba mondjuk eljön 50-60 ember erre a megemlékezésre. És ezekbe szinte már beleszámoljuk magunkat is, a jelenlévő huszárokat, de még a zenekart is. Elkeserítő, szomorú, és azt figyeltem meg, hogy itt Fonyódon, amióta például van fonyódi gyermekhuszár csapat. Ugye a gyermek nem csak az, hogy ő maga jön el ezekre a megemlékezésekre, hanem megmozgatja a családot is. Tehát jön már akkor ugye az apa, anya, hozza a kistestvér, de ugye akkor a nagyszülők is szeretnének eljönni, hogy lássák a gyermeket ugye szerepelni, diszelegni ugye a megemlékezésen. Tehát ez megmozgatja a családokat, több generációt is. És azt mondom, hogy ez már ebből a szempontból is egy jó kezdeményezés, hiszen újra vissza tudjuk vinni a családi életbe a nemzeti ünnepeknek az értékét és fontosságát, hogy az valóban ünnep legyen a családnak.
Ezeken az ünnepi alkalmakon kívül vannak még fontos rendezvények, amelyek számotokra nagyon meghatározóak. Májusban ilyen lesz majd május végén a Bandérium napja és a kishuszártábor is nyáron. Ilyenkor vendégül láttok olyanokat is, akik akár a ti példátokat követik, meg olyanokat is, akiknek a példáját ti követitek. Mit lehet erről tudni? Igen, úgy döntöttünk, hogy a csapatunk és a vezetőség, hogy legyen egy olyan nap, ahol gyerekekről szól, és a gyerekeket ünnepeljük meg, és ez lett a Bandérium napja. Amikor ugye avatjuk egy évben egyszer az éppen abban az évben közénk beálló kishuszárokat, és avatjuk őket, ugye, leteszik a kishuszár esküt, valamint most idén avatunk két tüzért is, és a régebb óta nálunk szolgáló kishuszárok, akik most kardot kapnak, ugye ez az ötödik évfolyam, ugye a kard szentelő után teljes jogú huszárra fogjuk őket avatni. Érdekes, hogy ez a nap, ez a Bandérium napja, ráadásul a hősök napjára is esik, ugye, amikor a nemzetünkért életüket adó magyar katonákra is emlékezünk, és én úgy ezt el szoktam mondani, hogy én ezeket a gyermekeket is ugye hősnek tartom, akik a saját idejükből áldoznak arra, hogy bizony ezekre a katonáknak az emlékét őrizzék, mert hát azt őrzik. Mikor várható a kishuszártábor pontosan? A kishuszártábor az igen, megint egy ilyen kis belsős rendezvényünk, ez tulajdonképpen a gyerekeknek jutalom. Tényleg annyi helyre megyünk, és annyi helyen kell helytállniuk, ugye a Nemzeti Vágtáról beszéltünk, akkor ugye elmegyünk Szombathelyre, a Szaváriára, vagy a környező falvakba, Szőlősgyörökre, Fenyvesre, bemutatókat tartunk, Kanizsára, és bizony ez nem kis feladat. Nagyon sokat kell állni, sokszor tűző napon nehéz. Na és minden évben egyszer megrendezzük ezt az ötnapos tábort, ami tényleg a teljesen gyermekről szól. Ott a vostábor sok sporttevékenységgel, rengeteg vendéggel, akik hagyományozókat hívunk meg, de jönnek tűzoltóságtól, rendőrségtől bemutatót tartani, van lovaglási lehetőség, hát tavaly is ugye a sátrakban aludtunk, és lónyerítésre ébredtünk, hiszen volt 3 ló is a táborban, akik éjjel-nappal ott voltak velünk, valamint ágyüdörgésre fekszünk, tehát igazi hagyományozós katonai tábor, de ez teljesen a gyermekeknek van, és a gyermekeknek ez az éves jutalma. Domina Barnabás, köszönjük szépen, hogy mindezt. Nagyon szívesen. A nézőknek pedig a figyelmet köszönjük, a viszontlátásra.